Na, szervusztok gyerekek, Bimbi Cimbi vagyok. Egy elég különleges helyről jelentkezek, ahol már én 7 évvel ezelőtt voltam, és most 7 év után visszatértünk. Ez a híres Észak-Pesti Kórház, aminek az állapota 7 évihez képest eléggé ki lett takarítva, meg ilyeneket lehet látni, nézzétek. Rendőrségi szalag. Meg tekkes szalagot is láttunk, és itt van a híres aula rész, de az épület elég hanyatlásnak indult, ahogy látjátok. Minden emelet egyforma. Egy-két orosz felirat még található, mert ez egy orosz kórház volt régen. Drága orosz honfitársaink voltak itt. Ebben az ablakba készült is rólam kép. De nagy a, úgymond a pusztítás az épületbe. Most mutatok egy tekkes feliratot is, látjátok. Egy fejjel lefele mutatom, de Tech Police. Nem tudom, milyen célból van itt. Valami balhé lehetett itt. Meg tűzeset is lehetett, mert egy egész folyosó ki van égve. Ez a másik fele, a másik aula. Mint halljátok a hangokból, nem egyedül vagyok itt. Nagyon jó ismerősökkel jöttem. De hát... Mondom, feltűnően sok a tekkes szalag. Szóval valami nagy balhé lehetett már azért. Vagy csak gyakorlatozni jöttek ide, de nem hiszem, mert azoknak van külön helyük, ahol gyakorlatozhatnak. Egy másik folyosó. Hát itt egy ilyen szoba, nem tudom, hogy az kórterem, vagy vizsgáló, vagy nem tudom, mi lehetett. Ilyen. Mosdó. Hát a bejutás az elég nehéz volt, nekem számomra kerítésmászós volt. Amit annyira nem nagyon szeretek az urbexbe. De hát egy jó cél érdekében mindent meg kell tenni, ez a másik folyosó. Elég erősen ázik az épület. A földszint az szinte tele van vízzel. Iratkozzatok fel a csatornámra, a Rikári csatornájára is iratkozzatok fel. Bimbi Cimbi voltam innen az Észak-Pesti Kórházból. Nagyon szépen köszönöm, ha feliratkoztok még egyszer. Sziasztok! Köszi a figyelmet!